Na csácsom, hogy csörtészt a csokoládé, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, kiperjelentkezik a következő Farming Simulator 22 gameplay sorozata. Rengeteg tippet adtatok, meg ráadásul három darab járműnek felfedtétek a helyét, és visszanéztem a videót, és látszik mind a három jármű a videóba, és baza, én meg nem vettem észre, el sem tudom képzelni, hogy miért, vagy nem is értem. Na, viszont még annyit írtatok, hogy Kolompár Demo Hillnek emelném ki a kommentjét. Például ő írta, hogy arassam le a többit, adjam el a francba, és ragadjam le azt is, ami, hogy én itt jártam valaha is. Nem, azért annyira nem fogunk csalni, viszont meg fogjátok látni, hogy mit fogunk csinálni. Vagyis mindjárt is mondom, srácok. Mert igazából azt mondtátok, vagy azt írta valaki, hogy ne aggódjak, mert a ciroknak, a maradék ciroknak, hogyha én nem csinálom meg normálisan, és nem lesz meg, és leadom a munkát, vagyis ugye az aratás számolja, akkor majd le fog vonódni a pénz. Úgyhogy hát bízzunk benne, hogy ez így fog történni a valóba. Itt megnyomjunk egy éles fordulatot. Egyébként nagyon szépen köszönöm a kommenteket, rengeteg, talán 60 darab komment jött arra a videóra. Volt olyan ember, akinek nem tudom, úgy szó szerint nem tudok idézni a kommentjéből, de konkrétan leírta a Combine-nak a pontos működését, hogy ez hogy működik, például ugye azt, hogy a joystickkal konkrétan azért irányítom a Combine-okat, mert egy hidromotornak adagolom a hidraulikus szivattyú szabályzom vele, és a hidromotor teljesítményét növelem a joystickkal, a bordkormánnyal, és így működik a Combine. Többen leírtátok egyébként, hogy a Motolla, ugye, a Motollának a sebessége az, hogy viszonyul a jármű sebességéhez, és leírtátok többen azt, hogy az gyakorlatilag tényleg azt a megtámasztási magasságot állítom a Motollának a magasságával. Úgyhogy igen, rengeteg kommentet kaptam, nagyon szépen köszönöm őket, tényleg nagyon királyok vagytok. Ja, meg mondtátok, hogy aratáskor mindig a szegénysel kezdünk, és utána megyünk oda-vissza, szóval azt is jól csináltam, hogy leszektem, de egyébként most már szerintem elkezdek így aratni, mert így egyébként hosszabb a föld, arra is közben sikerült rájönni, meg arra kéne rájönnöm, hogy miért hagyok el mindig egy csík cirókot, nem igaz, gyerekek? Jó, veretjük neki. Ja, egyébként azt is írtátok, hogy nem térképen néztem meg, hanem arra figyeljek, hogy jó helyre adtam én le. Csak kettő darab átvevő pont van. Konkrétan van még egy a túloldalon, tehát van ez, ahova én leadtam, és van még egy a túloldalon, ami kettő külön átvevő helynek számít. Mármint én tényleg úgy emlékeztem, hogy ezt ide kell hozni, és az így is volt, csak éppen nem jó átvevő helyen adtam le, ezért ezzel volt a gond. Hát remélem, hogy jól fog működni tényleg, hogyha learatom az egészet. Na nézzetek, gyerekek, milyen szépen befordítottam, pont úgy ment be, ahogy kell. Igen. Remélem, hogy ha learatom az egészet, akkor tényleg annyi büntetést kapok esetleg, hogy levonják a fizetésemből a hiányzó ciroknak az árát, hát az úgy jó lenne, mert akkor azért pluszba lennék bőven. Az időben nem pörgettem, tehát még mindig augusztusban, ugye nem végeztünk ezzel a munkával, nem sok értelme lenne, hogyha most egy hónapon keresztül itt állt volna a Combine, kint a tarlón, addig amíg én itt mit csináltam volna? Itt álltam volna, értitek, nem lenne volna túl reális, úgyhogy ugyanonnan folytatódik. Na, itt van bőven hely fordulni, úgyhogy ezt már itt csináljuk meg, legalább itt le tudom maradni ezeket az elmaradt dolgokat. Nagyon izgulok, srácok! Ezt a videót, ezt péntek este veszem fel, pontosan 20 óra 33 van egyébként. Most raktam ki az előbb a multiplayeres Farming Simulator 19-es videót, hogy szeretnék csinálni egy ilyen sorozatot. Mármint nem sorozatot, hanem egy ilyen, hát egy sorozat lesz, mivel egy ilyen 4-5 részen keresztül multiplayerbe akarok Farming Simulator 19-et játszani. A hosszú hétvégén, ugye most hosszú hétvége lesz, ez nagyon izgulok, hogy mit tudunk összehozni így multiplayerbe majd. Egyébként tervezem Farming Simulator 22-es multiplayer, de valahogy azt valahogy teljesen máshogy szeretném megoldani. Nem tudom, hogy Farming Simulator 22-höz is lehet-e
dedikált szerver bérelni, de igazából az nagyon tetszene nekem, hogyha mondjuk, figyeljetek, hogy mehetek erre is, hát most arra társadalmat teljesen mindegy, nem? Hogyha lehetne dedikált szerverval bérelni, és akkor ott folyamatosan mennének a munkálatok. Lehetne egy külön sorozat, Farming Simulator 22, 1 milliárd euró kihívás, viszont multiplayerbe, dedikált szervere. Szerintem az egy ilyen eléggé epic sorozat lenne. Tényleg úgy működne az egész. Remélem nem lövi le senki, meg nem nyújja be senki az ötletet így előre, de szerintem az egy ilyen epic dolog lenne. Hogy mondjuk X időn belül, mondjuk 3 hónapon belül el kell érnünk dedikált szerveren az 1 milliárd eurót. Ugye, hogy sokkal könnyebb lenne, meg igazából akkor akár mikor valaki fölmehet, és akkor hozzá tudja rakni az ő kis munkáját, mármint nem is biztos, hogy kicsi munkáját, de az a lényeg, hogy bárki föltéved, akkor tudna akkor is hozzárakni pénzt, amikor én nem vagyok fönn, tehát videón kívül is. És lehet, hogy akkor ugye, mit tudom én, egy nap múlva megyek fel, és akkor már 500 ezerrel több van, vagy 1 millióval több van. És akkor minden részben így megpróbálnak megbeszélni, mármint nem költeném be feltétlenül az mindig a pénzt, hanem így lenne egy ilyen diskurzus, hoppá, oké, megteltünk közben. Lenne egy ilyen diskurzus, hogy mégis hogy lenne érdemes, tudjátok, folytatni ezt a projektet. Szerintem ez egy tök jó lenne. Úgy gondolom, hogy ez egy jó ötlet lenne. Na, srácok, ide állunk. Most figyeljetek, tudjátok, mit elmegyek oda a traktorhoz. Hát nem mindegy, hogy mibe megyek. Aztán akkor most megnézzük, hogy hova kell vinni, meg összeszedem a járműveket. Mint szólnátok, mit gondoltok erről a dedikált szerveres, ilyen nagyon hosszú jellegű, azért ezt el fogom találni, hogy hova kell. Srácok, ezt szerintem nem nagyon találtam el, ugye? Azért nem nyitotta ki, esküszök. Jemen nyitva volt, bazza, én úgy arattam egész végig. Ha? És nagyon nem is talált el a keeper, hátrébb kell tolatni. Jó. Hú, hát de rálátsz, bazze, hülye vagy? Itt azon aggódtam, hogy nem látok rá, de aztán rálátok. Főleg, hogyha így rátapadok így az ablakra. Tök jó. Oké, kiürítünk meg elvileg itt is látni, de mi ezek a barac méretű szemek, gyerekek? Ez egy kicsit, azért ez érdekesen oldották meg mi. Akkor mindegy idej. Mindegy körte, basszus. Az a vonat, az meg ezerre megy ott mindig. Jó. El kell adnom? Megtellett már, szerintetek? Meg kell nézni majd. Jó, ez meg már kiürült. Oké. Okay. Figyeljetek, kika leállítok. És elvisszük, jó? Hát nem, 50%-on van, úgyhogy még bőven belefér, vagy fér bele. Úgyhogy akkor megyünk koratni tovább. Igen, egy ilyenbe gondolkodok. Szerintem ez tök fain lenne. Ez így elég egy élvezetes sorozat lenne. Ugye a Farming 19 az egy single player maradna, nagy java rész, de azért ugye lennének multiplayerek részek, de viszont ez a dedikált szerveres dolog, ez ilyen extra feature-t rakna bele, hogy konkrétan bármikor megy a szerver, bármikor fölmehet bárki, aztán csapathatja. Tehát bele tudja tenni a munkáját ebbe az egészbe. Az a gond, hogy az lenne jó, hogy így folyamatosan, egyébként 51%, egyébként az aratást figyeli, látjátok gyerekek, az aratást figyeli leginkább. Gondolom, hogyha... Ez nem tudom, ez pontosan, hogy működik, de hát majd kiderül. Az lenne jó, kár, hogy nem mutatja, hogy melyik ember mennyi pénzt termel. Az ilyen dedikált szerver, nem tudom, ilyen mód nincs-e. Nem akarok külön gazdaságokat, tehát azt így vessük el, mert ne az legyen, hogy mindenki külön 1 milliárd eurót kell elérnie, annak szerintem sok értelme nem lenne. Viszont... Az tök jó. Hú, viszont kettő gazdaság az mehetne. Milyen lenne, hogyha kettő gazdaság és egymás ellen versengenének?
Érted, hogy lenne kettő gazdaság, valaki jelentkezhetne, mondjuk Démon tudna jelentkezni, hogy ő mondjuk viszi az egyik gazdaságot, ő lenne mondjuk az egyik gazdaság vezetője, mondjuk én lennék a másik gazdaság vezetője, és az a lényeg, hogy melyik gazdaság ér el 1 milliárd eurót először. Az mekkora lenne? Azért az szerintem tök frankó lenne, nem srácok? Írjatok véleményt erről, hogy szerintetek ez mekkora, ez nagyon durva lenne. Hogy lenne tényleg, egy valami jó nagy mapot keresnénk, és akkor két külön gazdaság, és lenne mind a két gazdaságnak egy-egy vezér, egyénisége, és akkor mondjuk meg lennének azok az emberek, természetesen random emberek oda csatlakoznak, ahol akarnak, de meg viszont ilyen egymás munkáját itt szabotálni, hogy beleugratni a járműveket, a tóba, meg ilyen hülyeségek, azok az felejtősek, tehát ilyen trókodás az nem lenne, hanem olyan dolgok lennének, amit így figyelj, bemész a szerveren, és akkor, ami szimpatikus. Vagy lehetsz az ellenbrigádba, vagy lehetsz a keeper brigádba. És akkor az valamennyire balanszolva. Én ismerem Démon Hill-t egyébként, tud embereket összeszedni, meg esetleg lenne az, hogy tud verbúválni, meg igazából egy lenne egy ilyen fun faktori annak, hogy ugye a keepert el kellene verni, meg a bandáját. Na, mármint, hogy kinek van meg előbb az 1 milliárd euró, érted? Szerintem ez tök állat lenne. Mit szólnátok hozzá? Írjatok ötleteket esetleg. Megindítanánk a helyzet, de diszelvát, és akkor úgy. De akkor kellene mindenképp egy csapatfőnök az ellen csapatnál is, de nem tudom, lehet, hogy csak igazából sokkal izgalmasabb lenne, nem? Mint hogyha csak annyi lenne, hogy érjünk el 1 milliárd eurót, és akkor mindenki az én csapatomba, mert lenne egy ellencsapat, gyerekek, egy ellen banda. Ha valaki úgy gondolja, hogy elég tapasztalattal bír farming szimulátorba, meg ismerem is azért, mert ugye akkor ő kapna ilyen korlátlan admin jogokat is természetesen a szerverre. Ismerem is úgy nagyjából, meg nagyon jó farmingos, meg az ideje is van farmingozni. Hogyha lenne az ellenséges csapatnak a vezére, 61%-ban vagyunk meg, gyerekek. Akkor jelentkezzem, vagy írjon a kommentet, aztán választunk valakit. Szerintem adná nagyon. Lenne, verjük el a keeper, csak az a baj, lehet, hogy az lenne, hogy mindenki ellenem lenne, nem? Azért remélem nem. És melyik team éri el előbb az 1 milliárd eurót? És akkor minden nap vennék videót belőle fel, és akkor így látni lehetne, hogy hogy haladunk. Meg aki akar, az meg ugye föl tudna csatlakozni bármikor is. Szerintem ez egy jó lenne. Ez egy élhető megoldás. És azért kellene egyébként a dedikált szerver egy, hogy akkor nincs az, hogy kinek a netje terhelődik, kinek nem terhelődik a gépe, meg az, hogy bármikor föl mehessen menni, akkor legyen egy ilyen playground, egy ilyen igazi farmingos játszótér. Meg ugye legyen ilyen kihívás is, hogy kiérjél el ebből 1 milliárd eurót. Ez tök jó lenne, ezt így élném. Mit szóltok hozzá? Már túl beszélem mi. De ilyenkor annyira tud pörögni rajta az agyam, már így tök így belegondolok, hogy fölmennek az emberek, és akkor ugye a csapatokba vannak szerveződve. Természetesen így akadályozni, meg trókodni nem lehet, de például ugye tök ki lehetne cseszni a másik csapattal, hogy mondjuk olyan földeket megvenni előle, amik őnek így kézre állnak. Tehát mondjuk a farm melletti földet megvenni, meg ilyeneket lehetne csinálni. És hát meg tényleg, meg le tudnád nyomni az árát, lehetséges lenne az, hogyha tudod, hogy nézed mondjuk, neked van betárolva egy csomó fajta árud, és akkor néznéd, hogy mondjuk a keeper csapat az repcét akar eladni, és akkor fogod, és lenyomod a repca árát, érted, vagy valami. Biztos lehetnének ilyen szivatások, vagy pedig megveszel egy erdőt, látod, hogy a keeper csapat megveszi az erdészeti cuccokat, te meg fölvásárolod azt is erdőt. Az ellencsapat, ugye. Úgyhogy lehetne egy egymást izélni, szivatni szerintem. Tök állat lenne.
Na srácok. Lehet a surrantót dönteni ezen? Ne, vagy nem, nem. Már, ja, tanultunk gépre. Nem, ennek nem lehet a surrantóját így döntegetni. Ezt ugye, ezt a döntési maga, és ezt mondtátok, hogy ez Motolla. Remélem, hogy jól emlékszem rá. Elvileg azt mondta. Tehát figyeljetek, hagyj járjon a motor, hát hiszen nem a miénk. Nem a mi üzemanyagunk fogy. Na srácok, ez pont 100% lesz. És akkor megnézzük, hogy hol kell eladni. Ja, ezen gondolkozunk, még így érlelődik ebbe a részbe, jó? Aztán a Keeper valamit kiokoskodik, hogy ezt hogy lehetne ezzel megoldani, vagy hogy lehetne megcsinálni. Hát nem tudom, gyerekek. Milyen ötleteket lehetne még ebbe belevinni. Úgyhogy nyugodtan írjatok, aztán akkor kicsit várunk ezzel a projekttel. Hát nem annyira sokat, mondjuk egy hetet. De... hogy miket lehetne így belevinni ebbe a dologba. Kettő csapat szerintem bőven elég, több már ne legyen. Viszont valami tök jó map kellene, valami jó nagy. Vagy pedig izé lenne? Alsó új lak? Mappocska? Na, és akkor itt írtátok, hogy igen, ott van egy. Mondtátok, hogy az épület túloldalán van egy eladási pont. Nekem oda kéne szállítanom. Hát gyerekek, hát az Isten tudta ezt, hallod? Meg írtátok, hogy akkor elvileg mást is kell írnia. Áttöltés megkezdése. És akkor így nem is fogja vonni, vagy adni a pénzt. Na most. És nem adja a pénzt. Gyerekek, ezt kellett volna csinálnom. Ide kellett volna vonnani. Hát hogyha nem lesz meg annyi cirok, akkor valószínű, hogy le fogja vonni. Viszont össze kellene nézni a járműveket mindjárt. Na Keepernek megírtátok. És igen, 71%-ba teljesítve. És 40%-a elszállítva csak. Úgyhogy itt lesz a probléma, gyerekek. Hogy zúg itt minden. Na figyeljetek! És tök durva, és tényleg nem volt a videóban az összes, szóval nem csaltatok egy cseppet se. Az egyik járművet itt látta meg valaki. Valami, hol látta meg valaki? Ahol voltak azok a vascsövek. Itt! Bazza, nem vette észre! Köszi, köszi! Köszönöm szépen, hogy megláttad. Várjál, a következő... az kettő siló között volt valami jármű. Nem tudom, melyik pontosan, melyik kettő siló között, de volt kettő siló között jármű. Várjál, valahol itt volt. Nem itt. Itt volt! Bazza! Tök, bazza, észreveszitek, és nagyon durva, és egyet még mondott a srác, hogy itt a kék konténernél volt valami, de én itt a videóban nem láttam. Ezt nem tudom, hogy hol. Itt volt bazza, és ő ezt is jól látta. És bazza, itt végig furkoztam, és nem vettem észre a srácnak, úgyhogy figyelj, ez hogy a francba veszitek észre? De például az, ez a silós, az kb. Olyan voltam, hogy így mentem el, így. És akkor ott be lehetett látni ott a sarkon. És pont egy pillanatra, egy ilyen 10 másodpercre látszott csak. Nagyon királyok vagytok, köszönöm szépen. Hogyha láttok járműveket, írjátok ezzel. Mert Keepernek fáj a fogarán. Na, ez valószínűleg le fogjuk aratni most már. Próbáljuk meg egy kicsit még így kitalálni, hogy mi lenne jó. Mit kellene még csinálni? Mit lehetne azon a szerveren összehozni? Jó, menjünk ide valahova. Hát, 40%-a van meg, ugye az egy pótkocsi tehát. Akkor igazából annyira nem vagyunk rossz arányba ám. Hogyha még egy teleportkocsi, akkor ugye az meg lenne 80%, hát de nem, az összes nem fog meglenni. Mert akkor például ugye megtarthatnánk azt a pénzt, amit ugye eladtam. Ez azért nem lenne ám rossz, gyerekek. Ez azért nem lenne ám rossz. Na, induljon az aratás, hát már nem túl sok van, úgyhogy valószínűleg nem lesz meg. Hát akkor gondolom pénzlevonás lesz, remélem nem lesz az, hogy bukjuk a munkát, vagy itt így fel kell adnunk, tudod? Mert ugye lehet, hogy van olyan, hogy ha nem tudom meccsen 100%-ra, akkor lehet, hogy inkább feladást fogok nyomni, nem? Azért, hogyha fel kell adnom, akkor nagyon becumizol. De hogyha fel kell adnom és megtarthatom a pénzt, akkor az meg olyan csítes, nem? Hát akkor ennyi erővel... most azt csinálom, hogy eljövök, learatom, eladom, utána feladom a munkát, azt akkor így nyertem annyit, amennyit aratáskor, akkor így lehet, hogy végtelen pénzt csinálni, vagy mi van? Na ezekre kíváncsi lennék, meg mi lenne, hogyha bálázáskor azt csinálnám, hogy összegyűjtöm,
fölbálázom, behozom saját magamnak a bálákat, utána meg fogom egy feladást nyomok. Közben a lákad enyémek lesznek. Ez egy érdekes dolog, de legalább most ki fog derülni, de még nem találkoztam, hogy ilyen hülyeséget csináltam volna. Ugye általában az ember nem nagyon tud ilyet csinálni, mert ugye nézi a mapot. Csak nálunk ilyen opció nincs, hogy a mapot nagyon nézhetjük. Na, erre nagyon kíváncsi lennék egyébként. Lehetne úgy csinálni, hogy a Föld kettő végén kezdenénk, mint a map kettő végén, valami jó nagy mapot kellene csinálni, és akkor ott dolgozni. Meghúztam a kormányomnak a csavarját, ne ijedjetek meg, hogy ez a hang mi volt. Ja. Hát ez még így még gondolom én is, hogy miket lehetne még belevinni ilyen feature-nek. Nem tudom, olyan, egyébként lehetnének modok, de lehet, hogy nem kellene olyan sok, akkor az is inkább nem egy ilyen szimulátor jellegű sorozat lenne, hanem az is egy ilyen speedrun, értitek, ami inkább ilyen milyen jellegű lenne. Tényleg, hát igazából a speedrun jellegű lenne, mert nagyon kellene teperni, hogy melyik csapat nyer, értitek. Egyébként Bandikát is el tudnám képzelni mondjuk az talán sose farmingozott, de ezt talán jobban ismeri minden. Őt is el tudnám képzelni ellen csapatkapitánynak. Nem tudom, igen. Hát ez akkor úgy lenne egyébként, hogy mondjuk lenne a Keeper csapat, és most bocs, hogy a saját nevemet adom neki, de akkor így nem tudom, vagy akkor A-team lenne, vagy hát legyen, mit tudom én, Keeper csapat, meg akkor lenne a másik csapat, meg azzal a névvel, aki lesz a csapatkapitány, mondjuk, mit tudom én, Kompár Demon Hill csapat. Hogy tudjátok, hogy lehetne ezt még jobban megfűszerezni? Megmondom nektek. Úgy indítani, hogy kettő egymás melletti föld. Szomszédok. Szomszédok és csóróságból indulni mindkettőnek. Tehát szomszéd, két szomszéd család. Az lenne a nagyon kemény gyerekek. A kolompárék, meg mondjuk a mit tudom én ki, a másik család. És akkor úgy lenne tényleg, hogy a szomszéd lenne, egymásnak a szomszédjai lennének. És az tök irritáló lenne ráadásul, hogy ilyen nagyon pici földön és nagyon pici pénzből kéne kezdeni. Konkrétan akkor úgy kezdődne az egész, hogy ilyen kézi eszközökkel, és tök gyorsan kéne dolgozni, minél gyorsabban, hogy minél gyorsabban fölfejlődjé, hogy a másik bandát azt így lenyomjad. Hogy tudjál minél hamarabb egy másik földet venni, hogy ne azon a pici földön legyél, tudján géped venni, és akkor melletted lévő, hogy tök látnád az, a másik csapat az hogy szeri a krumplit, meg hogy csinálja a dolgokat. Érted, hogy mire gondolok? Az még irritálóbb lenne, meg még nagyobb konfliktus helyzeteket generálna, hogyha egymás mellett nem is. Mert ugye az nem is olyan nagy poén, hogyha a térkép egyik másik felé kezded, mert hát az. És ez nem olyan érdekes, nem látod a másik bandát. De közvetlen szomszédok, közvetlen ilyen icipici földeken, de még ennél kisebben, mint amit én kezdtem. Ilyen kis parcellákon, érted? És akkor ott, mit tudom, két csapat, két ötvös csapatot törjön, hogy júj, kapáljál már, izéni kell. Szedd a krumplit, kéne venni egy traktort. Már a szomszéd megvette a traktort, vegyünk már mi is egy traktort, nem hiszi el. Megvettem a mellettünk lévő földet, fura idegesítő, értitek, lehetne ilyen izé, ilyen. Ha nem vagy elég gyors, megveszi a kisebb földeket, te melyeked meg már nem lesz a kisebb földekre pénze. És akkor több pénzt kell gyűjtened, hogy nagyobb földet vegyél. Vagy így lehetne taktikázni, és hogy inkább gyűjtesz a nagyobb földre, vagy pedig a kisebb földet már megveszed, és akkor gyorsabban tudsz fejlődni, mivel nagyobb földjeid lesznek. Egyébként azt hittem ezen a monitoron, figyeljétek, hogy ilyen emoji van itt, ez a középső, figyeld. Hogy ez a baloldali alsó, egy ilyen sárga olyan, mint a két szem lenne, meg egy száj. Látod? Mondom, mi az? Olyan, mint egy ilyen creeper. Csak izébe, sárgába. Mondom, milyen emojik vannak ezen a izébe. Screenen. Úgyhogy, ja, lehetne ilyen izéket, ilyen. Hú, de milyen jó konfliktus helyzetek alakulnának ki, gyerekek, az nagyon az lenne. Biztos izé lenne, nagy vita is lenne. Hogy mármint a vitával nincs gond, akkor van gond ugye, amikor ilyen ordinári viselkedésű veszekedés van, de ugye, hogyha olyan szintű viták vannak, hogy
Aj, nem hiszem el, hogy izé megvette a földet, miért pont ezt veszed meg, meg izé, így egymásnak ugye lennének keresztbeté, vagy egy keresztbe tennénk, a szabályokat betartva, azt szerintem ilyen tök jó, ilyen konfliktus források ilyen helyzetben szerintem tök jó dolgokat tudnak szülni. Ja, ez tök jó lenne, gyerekek. Hát a földekkel iszonyatosan sokat lehetne izajani, taktikázni. Hogy milyen földet veszel meg, meg milyen földet nem. Hát ez már nem fog beleférni, úgyhogy elmegyünk üríteni, gyerekek. És egész végig úgy mentem, hogy a csőkém van. A borzalom, srácok. Nagyon jó rakodógépes vagy, de nem látsz térbe. Ugye? Gyerekek, kiállok ide az ajtó, becívok egy cigit. Milyen izék vannak, piktogramok? Ez mi az? Duda, meg nem tudom micsoda. Még van egy ilyen figyelmeztető, meg olvasd el a könyvet, figyelmeztető. Vigyázzál, hogy ne nagyon menjenek ki a villanyoszlopnak, vagy ilyesmi akar lenni. Ürítjük a peternac körtéket. Jó. Az meg már bele fog férni a gyerekek, úgyhogy ma induli is van. Aztán beordjuk a maradékot. Igen, most nagyon fölcsigázott ez a multiplayer opció. Remélem, hogy ebből nem lesz gond, mármint, hogy természetesen ezek a sorozatok így mennek. De szerintem az egy ilyen tök izgalmas lenne. Ez egy jó, ez szerintem ez egy jó ötlet lenne. De várom, hallod? Ebből lehetne. Csak legyen egy karizmatikus, eltökélt ember kellene a másik csapat élére, gyerekek. Ki lesz a másik csapatnak a vezére? Ez nagyon jó lenne. Jó van, gyerekek, akkor multiplayer lesz. De jó lesz, dedikált szerver. Van, remélem, hogy vannak. Gondolom, hogy van dedikált szerver izraelre, tudom bérelni. Ha nem, akkor veszek egy számítógépet, aztán non-stop menni fog rajta a szerver. De ezt nem lehet kihagyni, ez nagyon jó lesz. Jó, ezt gyorsan learatjuk, hát gyerekek, nem fog beférni. Mindegy, az lesz, hogy megyünk haza, aztán hát az a baj, hogy szerintem csak dobni tudom a küldetést. És az viszont nem lesz jó, hogyha csak dobni tudom a küldetést, mert mi a francot? Akkor tényleg mi lesz? Dobom a küldetést, nem kapok egy vasat se érte, meg még levonja is azt, amit eladtam véletlenül, akkor az lesz az érdekes. Jó van, gyerekek. Inkább forruljunk egy nagy íveset, azt akkor nem kell tovargatni. Ja, hát mondjuk meg is állíthatnám addig a vágóasztalt, aztán akkor gyorsabban mennék, ugye? Hát de jó van. Azt írtátok egyébként, hogy egy srác írta, hogy a Motorola? A Motorolának ugye a sebességének elvileg olyan 10%-kal kell gyorsabbnak lennie, mint a izének a sebességének, a kombájnak a sebességének, a haladási sebességének. Úgyhogy a haladási sebessége a valóságban a kombájnak nem, nagyon nem mindegy. Nagyon összefüggő egy motoros sebességgel például. Tehát nem úgy van, hogy lassítok meg gyorsítok, hanem ezek közben gondolom már lassan 100% ez a föld. Egyébként rohadt jól meg van csinálva, hogy a cirók ilyen nagyon magasan van vágva. Ez rohadt jól néz ki. Hát ez milyen, egy élmény lehet ezt kultiválni. Mármint ilyen tök nagy fübbe mész, vagy ilyen hát fübbe nem fübbe, hanem valami másban. Jó van, gyerekek, ürítünk, aztán bevisszük. Ezt vegyünk haza, gyerek. Oké, srácok, valamilyen gépet haza viszünk, de szerintem a traktorra elmegyünk. Ugye mindent nem fogok hazavinni, mert nem fogok visszagyalogolni a kombájnél, az 7 centség. Megy a traktor. Megy benne a klíma, gyerekek. Jó van, azért megállítjuk a kombájnt. Érdekes egyébként, ha megállítod, akkor hogyan? Ja, nem is üríti ki a megállítod? Passze! Én azt nem is... Azt hittem, hogy ez nincs megoldva. Ha megállítod a kombányt, akkor nem üríti tovább, de jól megvan csinálva. De szerintem az már 15-ben is így volt, csak nekem nagyon furcsa, hogy... ez a... manuális motorindításomban...
és emiatt ugye a motor az bekapcsolva marad, hogyha kiszállsz, tehát miért ne ürítene, hogyha megy a motor. Független attól, hogy a seggedet felemeled az ülésről, vagy nem. Ilyen jó néz ki a kombány, gyerekek. Na, várom már a izét. Várom már a... Ez egyébként, ahogy zörög a pótkocsi, az eszméletlenül meg van csinálva. Tudom, hogy nem egy túl nagy a hangereje a játéknak sajnos. Bocsánat érte, de az mondta, hogy nagyon nehéz eltalálni egy videósként. Az egy tortúra, hogy belőd normálisan a te hangodat. Itt is, ahogy zuhan, ahogy rányomsz, vagy billent, akkor zuhan egyet. Meg amikor lefele is kezdi tenni, az a bánogos, tudjátok, az a fémkotla, amikor így megindul. Egyébként annyira figyeltek a hangok, és most is így zuhog. Most is. De jó, hallod? A hangokra nagyon-nagyon figyeltek. Jó, 64% outside, mert cseszhetem, megyünk haza, gyerekek. Nem tudok mit csinálni vele. Egyszerűen nem tudok mit csinálni vele. Ez van, srácok. Úgyhogy tekerünk haza, mint a célvihar. Sajnos ez megtörtént az esemény, hogy a Keeper véletlenül eladta a cirókot. Ja, majd írjátok meg, hogy tényleg, hogy valaki akar jelentkezni, nyugodtan jelentkezzen. Abból léci... Lehetek, elmegyünk erre, nem? Abból léci, ne legyen... Ja, ez nem megyünk el erre, ez csak a ide vezet. Abból léci, ne legyen sértődés, hogyha véletlen nem téged választalak a vezetőnek. Talán nem lesz belőle. Meg a ötletek nyugodtan jöhetnek. Szerintem a dupla, mert két csapat az mindenképp kell. Ellencsapat és keeper csapat. Szerintem így adná. Meg hát nem is muszáj nekem a vezetőnek lenni az egyik csapatba. Mondjuk én is akkor csatlakozok az egyikhez. Hogyha akar, akkor lehet az is. Lehet arról is szó, hogy lesz két csapat, én meg akkor az egyik csapatnak a tagja vagyok. Az csicskula, gyerekek. Inasba tudtok tenni. Nem tudom, majd írjatok meg, tényleg ötleteket nyugodtan írjatok. Aztán azokból összeollózza a Keeper. Mert szeretem, hogyha írtok tippeket. Általában az úgy van, hogy nem véletlenül vannak ilyen szellemi munkahelyeken ilyen meetingek, ugye? Mert általában több embernek több gondolata van, és ugye lehet, hogy annak a azoknak a gondolatoknak a, ha mondjuk 60%-a hülyeség, de lehet, hogy a 40%-a nem olyan hülyeség, és abból a 40%-ból már lehet válogatni. Meg ugye egy embernek a gondolatainak a 40%-a mondjuk lehet, hogy két ötlet, 10 embernek ugye a gondolatainak a 40%-a az meg 20 ötlet, úgyhogy az nagyon nem mindegy. Szóval igen. Ugye többet lehet. Úgyhogy azt soha ne féljetek egyébként tanácsot kérni senkitől. Nagyon sokan ilyen úgy gondolják, kérdezni meg tanácsot kérni. Az ciki. Nagyon nem ciki. Az nagyon tudsz haladni előre, akármilyen témában. Jó, megyünk haza, srácok. Biciklibe szépen hazatekerünk. Ember, most már megállsz, bazza. Tudod, kinek van elsőbsége, akinek megadják? Azt szokták mondani. Az ez meg gép meg nem nagyon megy fölfele. Ez mi az? Jó, ez a kubó. Kubota vagy? Nem is tudom mi az. Kubu! Kubu! Na, jó van akkor. 22 000-ünk lenne, hogyha ugye a miénk lenne ez a pénz, az valószínűleg viszik. Hol van a bicikli? Beceklém, gyerekek. Vagy, ja, oda van. Jó van, oké. Na, köszönöm a munkát, tehát voltak kicsi problémák. Úgyhogy, igen, Kubu. Voltak kicsi problémák, tekerek haza, azt megkapom a jó lebaszást. Nyilván. Indítsd el a motoron a biciklit. Milyen? Ráhagytam ilyenkor az egy dinamót? Rácsettintem a gumi oldalára? Vagy milyen szavar van, gyerekek?
Fú, de utáltam a Dinamót. Régen egyébként ugye nem voltak ezek a izék. Dinamók, az mindenki tudja, mi az a Dinamó? Hogy az volt, hogy ott a bicikli első kerékre kellett rácsetinteni egy ilyen áramfejlesztő cuccot, és akkor úgy volt világításod, mert régen nem voltak ilyen elem, meg akkumulátor, az mind ilyen horribilisen drága volt. Na gyerekek, erre rohadt kíváncsi leszek, hogy itt mi fog történni. Egyébként jó le vagyunk gatyásodva, ja, van egy izénk, van egy ilyen cippantónk, van egy MTZ-ünk, meg van egy biciklink. Ja, meg egy elkénk, meg egy kultivál. És a miek már megint kirajzottak, ez mi ez? Ez mi az, ezek dolgoznak néha, meg nem. Megint mennek, mint az áll a gyerekek. Úgyhogy hozzam bónusz hoznak a gyöpre, ami itt van neked. Na, nézzük akkor, hogy mi a szitu. Azt mondja, hogy... Melók. Jaj, ez basza... Á, nem jó, gyerekek. Hát elvetés van csak, hallod? 93%-a van leszállítva. Honnan az anyámból vegyek cirókot, gyerekek? Ó, gyerekek, most elvetem, akkor mi van? Ennyit tudsz, nem tudsz semmit. Több cirókot nem tudok venni sem onnan él. Aztán most mennyi pénzem lett? Nézd oda, megtartottuk a pénzt, gyerekek. Hallod, a nő át lett verve. De ez mekkora hülyeség, egy erőbe érted? Oda mész, learatod, az összeset eladod, azt utána meg felmondod a szerződést. A gyerekek, most te, bocs érte, de ezt erre nem gondoltam, többször nem fogom megjátszani, de legalább megvannak a kecs. Hoppá, itt nincsen internet, várj, hiába nézem meg itt a mobiltelefonomat, itt van internet, a wifi nem jönne tovább. Viszont akkor legalább meg tudom menni a izémet. Az építkezésnél, ugye, beszéltétek, hogy nekem szükségem van állatok, birkát akarok, small birka, és akkor elmegyünk birkát venni, gyerekek, jaj, de jó lesz-e, testvéreim az úrba, várja, ide rakom, jó? Ó, már izének, már beegnek is, jó van. Oké, van, igen, meg kellene nekem olyan, hogy... épületek, silók, és akkor kellene nekem egy ilyen siló. Egy ilyen ganyés, tudod. Figyelj, a ganyés siló részt, azt meg rakhatnám ide, mert oda hátra úgysem mászkálok el. Ezt hogy kell fordítani? Ezt nem tudod fordítani, megőrülsz. Ezt esküszöm, nem lehet fordítani. Így is jó lenne. Ez így jó, figyelj. Ez így jó, mert onnan ki tudom majd halászni. Szerintem ez így jó. Jó, el is vertük, már van 7000-ről. El kéne menni birkáért, gyerekek. Birkákért megyünk venni. Az MTZ-vel pótkocsi. Hol a pótkocsi? Hol mondom, nem tudom, hol vannak a dolgaim. Hol a pótkocsi? Ah, ott van benne. Jó. Figyelj, ez itt szerintem tök jó helyen van. Jó, meg kell vennem vödröt. Kell vennem talicskát, mert a szart valahol elkövédnem majd. Igen, ide mit tudok itt? Tárgya, jó. De ez miért van itt ez a jel? Ezeket a jeleket amúgy nem tudom én eltüntetni, vagy valami csoda? Ennek van kajája? Hát itt aggódok nagyon, van még 615 liter. Figyeljetek, egy csomó minden kell, úgyhogy akkor menjünk az MTZ-be, basszus, hát le vagyunk amortizálódva itt. Na, akkor mi, ami nekem köllene, gyerekek. Hűha, itt meg még váltani is kell. Hát beszarsz. Na, országút. És most már rá van ragva nekem, ugye? A sebesség. Gyerekek, tökéletes. Na. Elmegyünk birkáért, nem tudom mennyi birkát tudok ebbe a pótkocsiba beletenni. Közelebb. Mindig elfelejtem, hogy ugye ez nem a három pontosra csatlakozik. Aztán ugye jó közel követni. Jó, vagy az te gyerekek! Mi a benőtte a múl az MTZ-t, vagy mi a szar van? Most komolyan. Benői a múl az MTZ-t, vagy milyen szaros ez, vagy nem tudom már képzelni. Na, csapjuk neki. Azon kívül akkor kellene nekem néhány dolog, srácok. Ugye elmegyünk a birkáért, meg elmegyünk, akkor veszünk vödröt.
Jó, itt még éppen át tudok menni. Mi van itt? Ezeknek kell víz, fű. Meg itt ugye tudnék venni, ami engem nem érdekes, oda kerül. Ó, csak jó, jó is raktam le, úgy látom. Jó, a gyerekek. Ezeket az zikonokat nem tudom, el lehet tüntetni, azt mondjuk. De azt mondjuk, hogy tetszene. Egyébként augusztus van, ugye? Jövő hónap, következő rész már szeptember, sajnos megy az idő. Mert nem nagyon tudok vele mit csinálni. Nem megyünk a faluba. Gyerekek, már térképet se kell néznem, hallod? Megismeri az ember a falut, nem? Még az egészet nem, de mi lesz akkor, hogy már földeked leszek? Hát akkor még jobban tudnom kell. Úristen, egyszer oda eljutok ebben a sorozatban, hogy földet fogok verni? Hát egyébként ez ilyen hiperrealisztikus ilyen szempontból, mert tényleg egy év alatt már másik sorozatban elértünk volna oda, hogy már ilyen GCB-kkel, meg ilyen nagy fentekkel futkozom. Ez meg ilyen tök realisztikus, mert egy év alatt konkrétan. Azért elég sokat, egy év alatt vette egy MTZ-t. Azért mondjuk azt egész évben dolgoztunk, hogyha belegondoltok. Egész évben melózunk. Hogyha láttok járművet, azonnal írjátok, gyerekek, mert abból jön pénz. Hát ja, ez most egy kicsit egy ilyen. Vegyük úgy, hogy ez most ilyen kicsi csalással, hát nem úgy csalással, hogy játékbeli csalással, hanem egy kicsi trükkel átvertük a némbelt, eladtuk a cirókját. De egyébként így akkor lehet tükközni. De ez mekkora hülyeség. Így egy nagy föld aratását bevállalod, aztán ilyen hatalmas mennyiségű pénzt tudsz szerezni. Akkor ez különben akkora glitch ebbe a játékba. Na, elvileg. Akkor kellene nekem BRK. Igenis, nagy méretű. Tehát nem ilyen nullás, hanem ilyen nagy méretű. Milyen melyikekre veszik jól? Mindegy, jó lesz ez, nem? Hányat tudok vinni a kocsimba? 5-5. Oké. Mennyibe kerül? 2000-be. Vásárlás. Jó, vettem 5 darab BRK-t. Megnézzük, hogyan vannak. Azt a betyár, gyerekek! Hát ez tiszta Tetris. Na figyeljetek, akkor kellene venni a maradék pénzem, vödröt, lapátot, meg talicskát. Úgyhogy ezt megpróbáljuk meg elhozni, felsúrantjuk a pótkocsira, jó srácok? Jön valami, úgyhogy gyorsan. Úgyhogy ezt felsúrantjuk, felszórjuk még a birkák mellé. Ez remélem el tudom. Mondjuk lehet, hogy visszamegyek inkább, aztán majd a talicskát letolom, jó? Srácok, legyen az. Egyelőre a birkákat megpróbáljuk akkor becsapni az óvalba. A legelőre. Figyeljetek, vannak birkáim, vannak méheim már, vannak disznaim, a disznók azok már elkezdenek trágyát termelni, úgyhogy kell venni majd egy trágyázót. De ugye mindenképp úgy akarom használni ezeket a dolgokat, ahogy a valóságban, tehát trágyázóba, azt megtölteni trágyával, szépen lapáttal fogjuk felszórni, mint a valóságban, úgyhogy valami kicsit trágyázóra lenne szükségem. Jó, meg izét kellene vennem, gyerekek, meg is kellene venni a kaszát. Mert a kasza nélkül nem tudom lekaszálni a izét. A füvet. Az meg kellene a birkáknak. Meg kellene nekik víz, úgyhogy kellene nekik kút. De várja, a vizet azt tudom megcsinálni, ott a izé, ott van a lajtos kocsim, és szerintem van is benne víz. Hát ez nagyon jó, hogy szerintem azért csomó ágazatban most belefogtunk, nem ilyen tök uncsi az egész, hogy ugyanazt csináljuk. Emiatt szerintem ez tök jó. Na várjál, ezt konkrétan ideállok. És akkor nyomok egy erre, szerintem azt meg is vagyunk. A farmhoz szeretném átvinni mind az 5-öt. Igen. Igen. Jó. És akkor át is raktuk, ugye? Ugye, odébb áll. Ah, ott vannak, jó van. Ez odébb állok. Ó, gyerekek, vannak birkái már, és nem kecske, tudom. Oké. Okay. Ezt itt hagyjuk. Egyelőre. Leakasztok. Aztán elmegyünk a boltba. Egyébként lassan meg fognak elleni meg fog elleni a disznó. Kíváncsi vagyok, hányat kőkezik. Jó, van izé, van ganyink, van bérkánk. Látom, jó lesz ez. Jó lesz ez, gyerekek, valami csak lesz.
Valami csak beindul. A birkát majd fogok még menni, de egyelőre most tartalékoljuk a pénzt. Tehát, hogy legyen maxon, nem tudom, azt hiszem 10 vagy 20 fér bele, hogy termeljék a gyapjút rendesen. Figyeljetek, egy ágazatba is belefoghatnék, mondjuk mondjuk vehetnék izét. Mondjuk asztalos műhelyt vagy valamit, és akkor az megint egy ilyen tök realisztikus lenne szerintem. Ne vagyunk, veszünk a boltba izét, egy-két dolgot, amire szükségünk van. Na. Eszközök mi vannak, vagy hol van? Megnézzük a modokat, de egyébként itt tök jó, hogy vannak ilyen külön modos dolgok. Amire nekem szükségem van, az kell egy vödör. Oké, okay. Egy darab vödör. Oké, okay, gyerekek, ez jó jöhet. Kellene nekem egy darab talicska, meg egy darab lapát. Itt a lapát, 10 euró. Lehet bérelni lapát, hogy gyerekek, ha nincs pénzetek. Oké, okay, meg egy darab talicska. Konfiguráljuk, hadszín. Milyen legyen? Egy rózsaszín talicska legyen? Vagy milyen szokott lenni? Fekete szokott lenni, gyerekek. Ezt nem látom meg, narancssárga legyen. Ilyen sárga talicska. Jó, szar jobban meglátszik benne, nem? Izé, gumi méretet nem lehet dupla kereked, vagy valamit talicskára? Nem valószínű. Ami még kéne nekem, az egy kasza, gyerekek, egy kasza. Ami, ugye volt egy ilyen, ez az old school kasza, szerintem ez tök jó lenne. 3500, nincsen valami olcsóbb. Nem is emlékeztem, hogy az ilyen böszme drága. Ez nem olcsó, nagyon nem. Ez is kasza, 10 000, jó, felejtsd el. Nézzük meg a nem modolt dolgoknál. A szállógépek, ugye van 14 000-ér ez. Meg van a Johnny ezért, 10 000-ér egyébként, csak ugye ez kell még más is. És itt mi van? Itt is vannak elvileg kaszák. Na, ugyanannyira nem veszem észre egyébként, itt vannak a szállógépek. 12 000, 20 000, 52 000, 15 000, 10 000, 3 000, néz. Jó, akkor marad ez. Oké, okay. Srácok, jó. Akkor kész is vagyunk, el is vertünk az összes pénzünket, megint 1700-unk maradt. Na nézzük, arra vagyok kíváncsi, hogy a talicskát azt elbírom-e? Nem bírom el, hanem tóni tudom. Természetesen csak belső nézetbe. Jó. Oké, gyerekek. A vödröt bele kéne dobnom. Ez ilyen a box, gyerekek. Nem tudod beledobni a vödröt, hanem csak így rá tudod rakni. A lapátot is rá kéne rakni akkor. Gyerekek. Nem egyszerű az életem. Ja, ezt hogyan tudnám rárakni? Lefordul róla, jó van, ezt levisszük kézbe. Ha muszáj valamit alkotni, és rácok. Na, a vödröt. Íbaze. Hazatoljuk ezeket. Ezekre szükség van, gyerekek, ne higgyétek el. Mert most hogyan fogok trágyát rakni, meg hogyan fogok bármit rakni, nekem ezek szükség. Gyerekek, ennek ennyi a vége? Ne varítsál meg. Ne varítsál meg, meg automata váltó van benne, mi gyerekek? Lehet 14-15 mivel shifter benne? Nem lehet, jó. Ez még úgy vicces lett volna. Jó, hazatoljuk. Hát 9-szer tudom tolni a talicskát, tényleg annyival lehet, hogy... De figyeljetek, van ilyen, ennek ilyen macska szemek itt hátul. Ilyen prizmák. Elől nincsen ideje? Lámpa, nem tudok rajta kapcsolni. De nem mondjátok, hogy még ilyen kézvédő markolat is van. Mondjuk ez nem hülyeség, az itthoni... Na jó, van, majd visszajövünk a vödörért. Az itthoni talicskákon nincs az, aztán mindig leszoktad verni, amikor ilyen ajtón kell áttolnod a kezedet. És ennek meg van ilyen kézvédője, látod? Jó, hát ez nem lóversély az, gyerekek. Szaros talicska, de már most nézzétek rostás, hát mi a szart adtak nekem? Jó, le tudom kaszálni, hát figyelj, erről beszéltem, hogy talicskával fogjuk beordani nekik a kaját egyelőre. De legalább le tudom kaszálni a izét a területet, aztán akkor ugye lesz kajájuk. Meg a kajapiát megadjuk nekik, aztán hadd szóljon, srácok.
De azt hiszem, hogy kell ezeknek takarítani az aljukat is, de hát ugye azt is meg tudom csinálni. Ó, hát ez nagyon jó, ez srácok. Hát ide kell a víz. Oda, hova kell a kaja? Várjál, ide benézek. Jó, hát ezt ide ledobom. De nem tudom ezt kinyitni, nem? A szart nem, gyerekek. Aha, ez mi? Ez lesz a víz. Hát ugye élelem sincs nekik, meg víz se. Úgyhogy nem nagyon vannak jól. Nem mondod, hogy volt itt egy vödör. Hát megőrülök. Szevasz! Mi újság van? Jók legyetek a... De milyen jó helyetek van, látod? Hiperpapa azért jó helyet csináltak nektek itt a ganyi dom mellett. Hát ez ilyen tipi... Ez különben ilyen tipikus gettó, ilyen parasztos beütésű hely. Nem srácok? Jó van, oké. Okay. Itt ki tudnak jönni? Hát csak nem jönnek ki. El kell mennem a vödröt, azt eldobtam valahol, meg akkor a kaszát is el kéne hozni a gépbe. Ja, meg a lapátot is. Hol van a vödör? Na, a vedert, azt sose találom meg, gyerekek. Ott van-e? A veder. A vedertám nem a fülénél fogná. Így hozza, mind a hülye. Vasveder. Laci vödör, nem? Nem az a Laci vödör? Laci, nem, a Laci vödör az a vasalt, nem? Amelyiken ilyen pán van. Na jó, van, akkor ezt is ide, itt hagyjuk, gyerekek. Ezeket bazaj, ezeket elneveszítsem, mert sose lesz meg. Mert ugye térképen se lehet nézni GPS-re, hol a lapát, ezeket megpróbáljuk úgy használni, tényleg, ahogy a valóságban. Hát, valóságban is tipikus, én is úgy szoktam szerelni, meg mindent csinálni, ott kint a kertbe, hogy szerelek izéig, 2 percig, vagy csinálok valamit, meg fél órán keresztül meg keresem a szerszámokat. Úgyhogy szerintem itt is az lesz, srácok. Na, jó van. Ezzel tudom, ganyét is tudok rakni, meg mindent. Ezek szükségeltet. Ez az valóság, gyerekek. Hát mi a szarra? Nem tudom. Nem, nincsen pénzem nekem izére, homlok rakodóra, meg minden ilyenekre még. De kicsi gazdaságokban nem homlok rakodót vettek, volt másra is vagy igény már, mint a prioritás nem az volt, hogy egyből homlok rakodót vegyél, hanem az volt a prioritás, hogy akkor vettek disznót, vagy bármit. Traktort, vagy tényleg, őrizzük meg a prioritást, hogy meg ezt a sorrendet, hogy olyan dolgokat vegyünk, ami tényleg fontos. Lapátra dolgozunk. Aztán jó, ez van. Hát ez ilyen nagyon-nagyon, nagyon tipikus valóság. De örülök neki. Milyen még szerencse, hogy ilyen közel van a bolt? Mondjuk akkor máshogy csináltam volna, eljöttem volna ugye a pótkocsival. Na, az MTZ. Nél, akkor meg. Elvisszük a kaszákat. Az lesz a következő. Szépen ráállunk. Ez csak egy ilyen vontatott, ugye? A kerekeknek a lehajtása, vagy a hajtása viszi át. Ott van, hát tök jól látszik egyébként. Ez egy nagyon jó cucc. Mármint, hogy jobban meg van csinálva. Nézzétek, ugye úgy működik, hogy a kerekek hajtanak, gondolom egy szökhajtással, meghajtják ezt a felső tengelyt, az a felső tengely áttételezi oda ugye, mivel akkor, ugye amíg egyet fordul a kerék mondjuk, akkor, hogyha tegyük fel, hogy itt ebben a részben ugye egy-egyes áttétel van, szökhajtás, akkor ugye amíg itt egyet fordul a kerék, ez a felső, vagy ez a nagy, addig itt ugye sokkal többet fog ez. Ez azért van megcsinálva, de tök jó, nagyon tetszik, jó meg van csinálva. És ugye ott van lenne a kés. Ez tök jó, ez egy tuskóra van leragva, srácok. Bekötni szerintem egyébként ezen nem jut semmit. Ezen se világítás, ezen se semmi. Ó, de viszont van rajta egy vonószám, úgyhogy lehet mögé még valamit csatlakoztatni, srácok. Jó, egyébként tök megterhelt az MTZ, te mondom nektek. Mármint így. Így felakasztottam rá, és ez nem egyik könnyű eszköz, ez rendesen megemelt az elejét. De viszont ennek ugye akkor elvileg, de be kell kapcsolnom, érdekesebb, hogy van bekapcsolása, mert ennek hamás, hogy nem oldod meg, ennek direkt be kellene forogni a most is a kaszának. Hát a biztonsági előadások azok nem nagyon vannak meg. Amint ilyen tök nyitott az egész, nincs olyan semmi. Gyerekek, 20-ra tudjuk húzni, hallod? Ennyi. De még üresbe is, tök durva. Na, srácok, akkor kaszálási lesz.
Ma mi nem olyan túl messze próbáljuk megkaszálni, hanem mondjuk akkor először ezt a részt. Ugye, mivel tanicskával kell behordani. Jó, most látszok. Nézzük át a dolgokat. Okay. Jó, vizet kell neki hoznom, meg kell neki hoznom kaját. És akkor ugye el is kezdődik a termelés. Ennek meg majd még kellene vennem disznóknak tápot, mert ugye más nagyon nem tudok neki adni. Egyébként szépen alakul a gazdaság, gyerekek. Szépen dörögnek a méhék. Kezd így kialakulni egy ilyen rész. Na, köszönöm szépen a figyelmet. A multira visszatérve nyugodtan írjatok ötleteket, hogy szerintetek hogy lenne a tökéletes. Jók legyetek, sziasztok!